Egyszer egy éhes, fáradt vándor érkezett a faluba. Bekopogtatott az első házba, és így szólt. Szegény vándor, legény vagyok, napok óta nem ettem semmit. Nem akadna a háznál egy kis ennivaló számomra? Nem kapott semmit. Végig járta a falu összes házát, de mindenhol azt mondták, hogy nincs ennivaló. A legény akkor leült a falu közepén, és így szólt. Noha nincs senkinek ennivalója, főzök magamnak egy kis kőlevest. Összeszaladtak erre az emberek, és kíváncsian nézték, hogy mit csinál a legény. Még fazakat és vizet is hoztak neki. A legény tüzet gyújtott, rátette a fazék vizet, elővett a zsebéből egy követ, belerakta a vízbe. A legény akkor megint megkóstolta a levest, és azt mondta. Finom leves lesz ez, csak egy kis só hiányzik belőle. Nosza szaladt az egyik asszony, hozta a sót. A legény akkor megint megkóstolta a levest, és azt mondta. Finom leves lesz ez, csak egy kis halma, répa, krumpli és kolbász hiányzik belőle. Szétszaladt erre a nép, hozták a hagymát, a répát, a krumplit és a kolbászt. A legény akkor megint megkóstolta a levest, és így szólt. Egészen fenséges íze van, csak egy kis húcs hiányzik belőle, azt is megkapta. A legény a húst belerakta a vízbe, a levesbe, és azt mondta. Na mindjárt elkészül a kőleves, kinek adhatok belőle? A falu összes lakója kért belőle, és azt mondták, hogy sohasem ettek még ilyen finomat. A legény akkor kivette a fazékból a követ, és így szólt. Itt hagyom ezt a követ emlékbe, hogyha megint egy éhes, fáradt vándor érkezne a faluba, főzzenek legalább neki egy kis kőlevest.